Jó napot kívánok! Mindjárt az elején elmondom az adás végéig hívható telefonszámunkat. A 0680-210-224-es számot tárcsázzák, ha ügyeletes munkatársunkkal szeretnének beszélni. A Drávaszabolcsi híd magyar hídfőjétől indulva a Szirén nevű hajó rendszeresen visz turistákat a fedélzetén északi irányba, megtekinteni a Duna-Dráva Nemzeti Park egy részét. Úgy tűnik, hogy a közeljövőben délfelé is fordíthatja a hajóórát a kapitány, hogy egy eszéki kikötés után Szlavónia más nevezetességeivel is megismerkedhessenek a kirándulók. Ígéretesen fejlődnek a baranyai és a szlavóniai idegenforgalmi kapcsolatok, ha én ezt jól tudom. Igen, tulajdonképpen az elmúlt héten, és azt megelőzően azon tanakodtunk az eszéki partnereinkkel, hogy lehetőséget keressünk arra, hogy Drávaszabolcstól ne csak felfele lehessen a magyar szakaszon hajózni, hanem keressük meg a lehetőséget annak, hogy ebből a hajóval lejussunk Eszékig, illetve Eszék előtt valahol olyan nevezetességet látogassunk meg a horvát szakaszon, ami az itteni turistáknak, a harkánygödülő turistáknak is egy új nevezetesség, egy új látnivaló. Szeretnénk, hogyha sikerül még június hónapban az első hajóval, hogyha ehhez a megfelelő engedélyeket is megkapjuk, ezzel a Szirén hajóval leutazni Eszék környékére, ott egy programon részt venni, és hát én bízom abban, hogy olyan élményeket tudunk adni, amely élmény itt Magyarországon nem található meg, és látnivalóban is biztosítani tudjuk a itteni vendégeknek azt, hogy megtekintsék Eszéket, megtekintsenek olyan nevezetességeket Horvátországban, amit ezen a szép dráván fognak tudni elérni. Ugye itt elsősorban a harkányban üdülő németekre, osztrákokra, nyugati vendégekre gondol a Mecsek Tours Kft. Igen, hát itt évente nagyon sok vendég nyaral a harkányban. Az idei esztendőben már a negyedik üdülési láncot fogadjuk a harkány térségében, Németországból, de vannak itt osztrákok, és vannak itt magyarok is. Én remélem, hogy ezeken az ismerkedő túrákon, amiket elkezdünk majd ezen a területen déli irányban, délnyugati, délkeleti irányban megindítani, magyarokat is fogunk tudni látni. Tulajdonképpen a múlt esztendőben már mi indítottunk buszos túrákat horvátországi területekre, Eszék környékére. Remény van arra, hogy az idei esztendőben már az udvari határátkelőhely is megnyílik emellett az itteni átkelőhely mellett, és valamikor több volt a magyar, mint a német Eszék környékén és ezen a területen. Hiszem, hogy azok a kapcsolatok, amit elkezdtünk kiépíteni az elmúlt napokban, elmúlt hetekben a ottani idegenforgalmi igazgatóval és a vállalkozókkal, arra fog vezetni, hogy ez egy kölcsönös utazás lesz, és amit elvárnak ugye az ottani vendéglátók, a horvátországi vendéglátók, hogy innen menjünk hozzájuk, mi is szeretnénk onnan vendégeket várni, hogy ők is megismerkedjenek Pécssel, Baranyával, és hát ne csak bevásárolni jöjjenek, hanem megismerjék a kulturális értékeket, eljöjjenek egy tavaszi vagy egy nyári fesztiváli eseményre, egy orgona hangversenyre, eljöjjenek egy vörösbor fesztiválra, mondjuk Villányba, ami október első szombatján lesz az idei esztendőben. Tehát azokra az eseményekre, amik nálunk vannak, és viszont mi is el fogunk tudni menni hozzájuk, amikor ők ilyen szervezett különböző programokat készítenek elő. Mi már is ajánlunk egy rendezvényt. Idén július 3-a és 6-a között rendezik meg a Giacovoi bor és kulen kiállítást és vásárt, amely a Giacovacski Vezovi elnevezésű kulturális hagyományápoló rendezvény része. Erre hívja a magyarokat a város polgármestere, akit arra kértünk, mutassa be Giacovót, magyarul Giacovár. Giacovo je grad bogate povijesti, kulture i tradicije. Drugi po veličini u našoj županiji sa 29.000. Giacovar, történelemben, kultúrában, hagyományokban gazdag város. 29.000 lakosával, nagyságrendileg megyénkben a második. A város és környéke nagy lehetőségekkel bír. Jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy püspöki székhely, a híres székes egyháza. Najpoznatiji objekt Giacova, koje ima i šire daleko značenje u kulturnom. Giacovar legismertebb épülete,
kulturális értelemben sokkal szélesebb jelentősége is van, a gyakovári katedrális. Számos szakavatott szerint a legszebb egyházi intézmény Isztambultól Ferencéig. A múlt század végén a híres püspök Josip Juraj Strossmayer által építettet székesegyház az építészet és a kultúra gyöngyszeme. Különös tekintettel freskóira, amelyeket Szájc és fia készített. Gyakovár igazi gyöngyszeme, melyet minden látogatónak látni kell. A gyakovári nénes fejlesztése, a gyakovári lipicaiak, a szépségekben gazdag táj, az erdős, ökológiai szempontból egészséges környezet szintén nagy lehetőségeket rejt. Gyakováron nagy hagyománya van a borászatnak, és a kulenhez fűződően a konyha művészetnek is. Megragadom az alkalmat, és vendégeinek üzenem, Gyakovár nyitott a turisztikai együttműködés előtt. Különösen, mert hagyományos kulturális gazdasági kapcsolatok fűznek bennünket a szomszédos Magyarországhoz, és érdekeink is közösek. Még egyszer a dátum, a borok és a kulenek kiállítása, valamint a nagyszabású folklór fesztivál, tehát egy hónap múlva, július 3-a és 6-a között lesz Csakovon. Hazai témával folytatjuk a műsort. Kumló és Sás térségét az átlagosnál is nagyobb mértékben sújtja a munkanélküliség. Az Eurotex cég több mint 400 munkavállalónak, főleg nőknek nyújt itt megélhetést. A folyamatos termelésbővítés mellett arra is jut erejük, hogy egy nem olcsó sportágat, a motocrosszt is támogassák. A komlói bejegyzésű full speed motocross szakosztálynak hol a helye a magyar motorsportban? Hát per pillanat 5 versenyzővel állunk rajt hozzá a magyar bajnoki futamban. Egy első osztályú, 4 másodosztályú versenyzővel. 125 a 4 másodosztályú és 250-es kategóriában az első osztályú motorosunk. Kisebb-nagyobb sikerekkel küzdünk a magyar bajnokságba. Mi a jövő? Hát szeretnénk elérni egy olyan szintet, hogy természetesen az ifjúságot, a fiatalságot csábítani a technikai sportokhoz rendszeresen, nem az utcán sportoljanak, ne ott versenyezzenek, mert az nagyon veszélyes. Ez szervezetten és bajnoki szinten működik. Olyan jól megy a cégnek, hogy egy ilyen nagyon drága sportot, mint a motocross tudnak szponzorálni? Gyakorlatilag az, hogy jól megy a cégnek, az egy olyan fogalom, amit ilyen szempontból nehéz megfogalmazni. Lehetőséget teremtünk arra, hogy motorozzanak, ugyanis valamennyiünknek, aki termelésben dolgozik, gazdasági tevékenységet folytat, azért valamilyen sport múltja van, és az ember kötődik a sporthoz. Az igyekszünk feltételeket teremteni ahhoz, hogy az utánunk jövő fiatalok produkálni tudjanak valamit. Hát most a motorsport egy kicsit többbe kerül, mint a technikai sport, de azért most már talán megvan a gazdasági háttere annak, hogy ez működni tudja. Mivel foglalkozik az Eurotex cég? Az Eurotex az könnyipari tevékenységet folytat. A terméskálája úgy alakult ki, hogy a 91-ben, mikor elkezdtünk termelni, akkor megszondázva egy kicsit a német piacot, elkezdtünk női konfekció terméket gyártani. Ez női nadrág, szoknya, blúzok és blazerek voltak. De a termelés folyamán a piac úgy alakított bennünket, hogy specializálódjunk egy termékre. Ez a termék pedig gyakorlatilag úgy alakult ki, hogy a női és a férfi divatnadrág lett. A termékünknek a 100%-át most ez a fajta termelés teszi ki. Ez magyar széken termelődik, ugye? Igen, ez magyar széken az Eurotex. És a Sásdi üzemben? A Sásdi üzemünkben szintén konfekció termelést végzünk. Ott tán exportra gyártunk magas minőségi munkaruhát. Apalégeten csináltunk egy kis üzemet, ahol most szintén könnyipari tevékenység folyik jelenleg egy 14-15 fővel. A következő dolog, amiben most a cégünk belevágott, az, hogy idegenforgalom felé fordulunk egy kicsit. Megvásároltuk
a Magyar Hetrendi Strandfürdőt az önkormányzattól. Egy tavalyi évi próbaüzem után most tulajdonosként működtetjük ebbe az évbe. Ez a terület egy munkanélküliségtől erősen sújtott terület, tehát azt hiszem, hogy nagy áldás ennek a cégnek a jelenléteit. Hány embernek tudnak munkát adni? Hát ez a terület Komlói térsége, úgy mondják, hogy halmozottan hátrányos helyzetű, ugye a munka erőellátottság szempontjából, illetve a munkahely ellátottság szempontjából. Jelenleg a cégeinkben körülbelül 400 embert foglalkoztatunk. Zömmel nőket, ugye? Zömmel nőket. A karbantartóink, az építkezésen dolgozó emberek, azok a férfi munkaerőből kerülnek ki. Ami a sportot illeti, itt is gondolnak fejlesztésre? Most egyeztünk meg a magyar széki polgármesterrel. Szerencsénk lesz egy motorkosz pályát kialakítani itt a falu határában. Ifjú Magyari János az egyetlen első osztályú versenyzője jelenleg a szakosztálynak, és egyben az Eurotex dolgozója is. Ez sportálás? Hát végül is tekinthetjük sportálásnak is, de végül is nekem ez a munkahelyem, úgyhogy az mellett, hogy én motorozok, az mellett én ott dolgozok még az Eurotexnél, mint karbantartó. És ugyanúgy kell dolgozni, mint másnak? Hát ez egy egyértelmű dolog, nem lehet kivételezni. Amit mondanak, azt megcsinálom, és el van rendezve. Gondolom a másodosztályú versenyzőknek az elsődleges célja az, hogy az első osztályba kerüljenek. Sikerül, hogy fog ez, Szabolcs? Hát én úgy látom, hogy ebben az évben talán sikerülni fog, bár egy versenyt föl kellett adnom motorhiba miatt, de a dobogó valamelyik fokán szeretné. Krisztián, rivalizáltok egymással, vagy pedig segítitek egymást? Hát inkább segítjük egymást, szerintem jövőre szeretnék majd. Talán az első háromban lenni, idén az első hatba szeretnek. És akkor mikor sikerül az első osztály? Hát talán jövőre. Ez a sport teljesen egy egész embert kíván. Minden edzésre kipihenbe kell érkezni, a versenyekre szintén úgy. Ma csinálunk ilyen szabad edzést, egy technikai edzést, és utána pedig egy hosszabb tartó monoton edzést. Játék, komoly szellemi munka. Ennyi mindenről szól következő riportunk, melynek azt a címet adtuk, számítógépes repülő modellezés. Közeleg a nyár, és csak nagyon kevés diák engedheti meg magának, hogy valamilyen nyaralóhelyen töltse az egész szünidőt. Sok gyerekül vakációban is a számítógép előtt, ám lehet ezt hasznosabban is tenni, mint videójátékkal rongálni a szemet. Játék, informatika, versenyszellem, mindezt együtt kínálja az a program, amit ön talált ki a gyerekeknek. Miről szól ez? Ezeket a modelleket A4-es modelleknek neveztük el. Azért A4-esek, mert egy szabványos A4-es papírlapból, kutyaközönséges írógéplapból készülnek, és ezeknek a neve az A4-es, 210x297 mm. Ez a lényege a szabályzatnak, amit nemrég hozott a Magyar Modellező Szövetség. Ki mit tud csinálni repülőképes alkalmatosságot egy A4-es lapból, ragasztóval és néhány megengedett anyaggal. Lényegében azonban a felületek ebből készüljenek. Az informatika úgy jön ide, hogy ezeknek a modelleknek a 90%-át számítógép segítségével szerkesztjük. Számítógépeknek van egy olyan lehetséges programja, AutoCAD, CorelDRAW, amivel kimondottan ilyen grafikai effektusokat lehet megvalósítani, és ezek után kinyomtatni több ezer szín variáció segítségével. Ez külön egy szórakozás, a gyerekeknek jelentős része otthon vagy iskolában foglalkozik számítástechnikával, és a számítástechnika szinte tálcán kínálja ezt a lehetőséget. De aki kezdi a játékot, az kap készen terveket, kicsit a CAD csinálónak, mert azért az nem bölcs dolog, hogy mindjárt az első modellje lezuhanjon, tehát kap olyant, amelyik biztosan repül. Az esetek felénél, már a második, harmadik találkozásnál jönnek a gyerek az ötletekkel. Tanárbácsi, mi lenne, ha? És mondják, csináld meg, kisfiam. Persze az ember a tanácsokat, hogy ezt ne tedd, mert biztosan nem fog repülni. Ennek ellenére megcsinálják, rájönnek a saját hibáikon keresztül, és mi az a gépkonstruktőrség? No, játékos formában persze, de hát lehet, hogy ezekből lesznek a tupoljevek, vagy a rubikernők, nem tudhatjuk. És ha nem csak a repülőgépekről van szó, de egyáltalán valamilyen kedvet, valamilyen késztetést kap a tervezéshez,
ez biztosan ebben segít. Én ebben, én vagyok talán az élő példa, szoktam volt a hallgatóimnak is mondani, hogyha én mérnökké váltam, annak az 50%-át köszönhetem a Budapesti Műszaki Egyetemnek, és a további 50%-át a repülőmodellezésnek, mert 12 éves korom óta csináltam. Biztosan helyes az az arány, amit mondtam, és ezzel én nem becsülöm le a műegyetemet. Ez egy nagyon bölcs és okos intézmény, de biztos vagyok benne, hogy a kreativitásomat jó részt a modellezésből szereztem. És hát nem kell külön kihangsúlyozni azt is, hogy ez egy számítógép beszerzése a szükséges tartozékokkal, ez egy egyszeri beruházás, viszont a modellezés az már hihetetlenül olcsó így egy A4-es papírral. Igen, és vegyük úgy, hogy ez a számítógép úgy is megvan. Tehát a családok nagyon jelentős részében, apuka révén már bediffundált a családba a videó és egyéb vatkok mellé a számítógép. Vagy az iskolákban. Is. Az iskolákban pedig én nem hiszem, hogy például Pécset volna már olyan általános iskola, ahol ne lenne számítógép terem, hálózat. Tehát van, tapasztaltam, tudom. Most már csak igény kell hozzá. Van igény a gyerekekbe, egy kis vezetettség kell hozzá, hogy ne csak játszanak, ne csak elnézést, hülyéskedjenek a számítógépbe, hanem használják bölcs dologra, a gyerekek egyébként veszik a lapot. Különleges hobbit választott magának a Mária Gyüdön élő vendéglátó Schumann család. A papagájok és a kismacskák mellett nagymacskákat is tartanak, tigriseket, oroszlánokat, természetesen a szomszédok és az önkormányzat beleegyezésével. És ami az egészben a legérdekesebb, a falka vezér egy kaukázusi farkaskutya. Három tigrisem van, két oroszlánom, meg egy kutya, amivel ők együtt vannak. Annyi különbséggel, hogyha játszok velük, akkor az oroszlán fiút külön kell válaszolnom a többiektől, mert a két fiú, ugye a tigris és az oroszlán fiú nem szeretik egymást, és abból igen komoly komplikációk lennének, és így szoktam én őt teljesen külön rakom, amivel külön játszok. Annak idején abból a szándékból hoztuk tulajdonképpen a kaukázust a tigrishez, hogy ők ketten társak legyenek. Tehát azt, amit én nem tudok a tigrisnek megadni, vagy a kutyának, azt ők egymásnak adják meg. Na most ezt játékban, aztán lefárasztásban és egyebekben gondoltam. Aztán később úgy alakult, hogy a kutya átvette a hatalmat az első tigris felett, aztán a két oroszlán felett, aztán utána a két tigris felett, és most ma már ő a falka vezér. Hogyan és mikor jutott az eszükbe az, hogy vadállatokat tartsanak családi házban? Ez nekem ez örök olyan téma volt, hogy én nekem mindig az állatokhoz vonzásom volt. Tehát vonzást éreztem irántuk. Na most egy tigris az olyan, hogy nem mindennapi állat. Úgy gondoltam, hogy ha egyszer valaha az életben lehet, akkor valamilyen vadállatom lesz. Most erre volt adódott lehetőségem, és ezzel én éltem. És azt hiszem nem bántam meg ezt. És hogyan, miként adódott a lehetőség? Amikor eszéken, tehát a régi Jugoszláviába kitölt háború, akkor hoztak az állatokat Pécsre, meg azt hiszem az ország különböző tájaira. Na most innen születtek kicsik, amiből hát igen elszaporodott a kicsi rész egy időszakban, és nem volt helyük, aztán nem volt az anyának teje, nem volt egyéb dolog, és akkor kaptam egy lehetőséget, hogy én próbáljam meg fölnevelni, mint hogy elpusztuljon, és tulajdonképpen így kaptam az első olyan állatot, amivel én tudtam foglalkozni. Ma már bárki tarthat itthon ilyen nagy állatot? Hát nézze, bárki tarthat, ez egy kis tágfogalom, mert az nagyon félreértik az emberek. Szóval ez nem úgy van, minden máshol is általában szokott lenni, hogy veszek kis kutyát a gyereknek, és amikor felnő a kutya, akkor megfogom az útszélén, kirakom. Most őket nem lehet kirakni se az útszélére, sem nem lehet azt velük csinálni, hogy nem etetem, majd eteti a szomszéd, itt nekem kell etetni, aminek van bizonyos anyagi vonzata is, tehát nem ingyen van ez. Mennyibe kerül az állatok napi ellátása? Ez egy tágfogalom, ha nagyon meleg van, akkor van, hogy három napig nem nagyon esznek semmit. Na most nem nagyon esznek semmit, ez két csirkefarhátra értendő, esetleg azt teszik meg, mondjuk az 60-70 deka, amit megesznek, de hogyha igazán éhesek, akkor meg 2-3 kilót megesznek per fő.
szomszédok mit szóltak mindehhez? Én örülök, hogy ilyen szomszédaim vannak, ugyanis azt hiszem 6 szomszéddal vagyok körülvéve. Most mind a 6 simogatta is már őket, simogatja mai napig is őket. Jó, valamilyen hangjuk néha van, főleg az oroszlán fiúnak éjszakánként, de hát ha körülnézek itt mindenhol, mindenki tart kutyát, azt hiszem a kutyáknak nagyobb hangjuk van, mint az oroszlánnak. Várható-e szaporodás a családban? Hát valahol szeretném, hogyha szaporodás várható lenne a családban. Egyik oldalról, a másik oldalról viszont nem szeretném, ugyanis a kicsikkel nem szívesen adnám el. Sem el, sem ajándékozni, nem ajándékoznám el. De most ez egy olyan dolog, hogy én is, nekem is végesek a területeim. Holott én keresek most területet, egy kis tanyát vagy valamit, ahol lehetne őket tartani, hogy mégis én, nekem elképzelésem voltak a Tenkeshegyen, valamikori kőbányánál, hogy egy kis szafari parkot csináljak. Csak hát ez valahol fúzsba ment, ugyanis az önkormányzat igen komoly pénzeket kért ezért, holott a mai napig sem használják semmire, mert nem tudják. De most tanyát keresek újra, itt valahol a közelbe, ahol én is ott lehetek velük, vagy esetleg a házamat eladnám és oda költöznék. Szóval ez egy tág fogalom, még egyelőre nem tudom, nem döntöttem el. Zala megyében, mint régiónkban másutt is, egymáshoz közel fekvő kis falvak láncolata húzódik meg a dombok között. Ezek a települések önmagukban ma már alig életképesek, de fennmaradásuk érdekében társulásokat alkotva elérhetik területfejlesztési céljaikat. Ezt a tevékenységet segíti egy új munkakör, a kistérségi menedzseré, aki összehangolja a települések törekvéseit. Zalában nemrégiben alakult meg a Principális csatorna és a Kürtöspatak mentén elhelyezkedő települések társulása. Az együtt élet képessé váló 17 kisközséget és a társulás néhány jellemző szereplőjét mutatja be mai utolsó riportunk. Januárjában alakult meg a Principális menti térségi társulás, akkor még 15 településsel és a megyei önkormányzattal karöltve. Az elmúlt másfél évben azonban további 2 településet bővült, és már a 17 település és az a megyei önkormányzat alkotja a Principális menti térségi társulást. 2 főútvonal mentén helyezkednek el azok a települések, amelyek egyben a társulást is képviselik. A 74-es főútvonal, illetve a Pacsa összekötő út mentén lévő településekről van szó. Hogy mi motiválta alapvetően a térségi társulás kialakítását, hát viszonylag egyszerű erre a válasz. A területfejlesztés és azok az érdekek, amelyek már önállóan önkormányzati szinten nem voltak megvalósíthatók, azt vetítették előre, hogy próbáljanak ezek a települések összefogni és közösen próbáljanak meg olyan fejlesztéseket, beruházásokat megvalósítani, ami önerőből nem megy. Az egyik ilyen cél, amit mindjárt az átlunkra tűzhettünk, a gázprogram, ilyen többek között az egyes úthálózatok mentén az utak javítása, a szennyvíz beruházásoknak a kivitelezése, mint információáramlásban azt gondolom, hogy nagyon szükséges és elengedhetetlen az, hogy összefogjunk, egymást tájékoztassuk azokról a már működő és kivitelezhető beruházásokról, fejlesztésekről, gondolok itt a falusi turizmusra, idegenforgalom területére is, hogy ezeket közösen jelenítsük meg. Feltett szándékunk, hogy munkahelyteremtésben is összefogjunk, és próbáljunk olyan felújításokat, karbantartásokat közösen megvalósítani, amihez a települések munkanélküliét össze tudjuk fogni, mert ma már csak nagyobb volumenekben tudnak központi forrásokat rendelkezésre bocsátani, gondolok itt a közmunkatanács által finanszírozott munkanélküliek foglalkoztatására, ahol ugye 100 fő alatt nem támogatnak. Most ez egy 100-200 fős település érthetően nem tudja produkálni, viszont térségi szinten jelen tudunk lenni, és meg tudjuk valósítani azokat az elképzeléseket, amivel erősítjük a települések népesség megtartó erejét. Erre különös hangsúlyt fektetnénk,
mert túl az infrastruktúrán, a szolgáltatásokon. Én azt gondolom, hogy a falus embernek eleve van egy nyugalom, egy békére, egy csendre megfelelő vágyódása, és ezt térségi szinten is elő kell tudnunk teremteni, hogy a városból is kijönnek az emberek, hogy lássak, hogy nyugodt környezetben túl a város hangzavarán és zaján itt ki tudnak kapcsolódni, és fel tudnak frissülni. Ezeket szeretnénk itt, Nagykanizsa vonzás körzetében is a ide látogatók és az érdeklődők számára biztosítani. Gerse tavaly ünnepelte 770. éves fennállását. 91-ben ugye egy 30-ös varrodát sikerült Gerse községben megvalósítani. Ezt követően szennyvízberuházás, ami közel 50 millió forinttal valósult meg, tornacsarnok beruházás több mint 30 millióval, egészségügyi fejlesztés, 9 községre látunk el fogorvosi szolgáltatást, itt közel 10 milliós fejlesztést valósítottunk meg, ugyanúgy házi orvos, illetve védőnő, anya és csecsemőgondozás tekintetében is közel 5 milliós fejlesztést hajtottunk végre, ez elsősorban gépműszer, illetve magának az épületeknek a helyreállítása került ennyibe. Továbbá kábeltelevíziót alakítottunk ki helyi szinten, szervezett szemétszállítás, ahol mindenki számára az önkormányzat biztosította a szemetes edényeket, a kukákat. Az elmúlt időszakban különös hangsúlyt fektettünk az oktatás fejlesztésére, megteremteni azokat a feltételeket és lehetőséget, amely valóban egy kis falusi nebuló számára is megteremti a 21. századba való belépés lehetőségét, és valóban azt az esélyegyenlőséget, amit eddig igazából a kis települések diákjai nem kaptak meg. Most pedig elindulunk és végigjárjuk a társulás falvait, idéző az összefogásban résztvevő polgármesterek szavaiból, amelyeket egy területfejlesztési tanácskozáson hallhattunk. Kiliman 200 éves, 300 fős kis település, a rendszerváltozás után 25 millió forint körüli beruházásokat valósítottunk meg. A településen szorgalmas, vendégszerető emberek élnek. Itt például az összefogásba 3 éve átadott új templomunk építése. Utunk Alsórajkon vezet keresztül, ahol a volt Koller kúria a hozzátartozó uradalmi épületekkel várja, hogy valaki ötletet találjon hasznosításukra. Ebben a faluban született kisfaludi Stróbül Zsigmond, századunk egyik kiváló szobrásza. Felsőrajk polgármestere, megszállott falu szépítő. Köztéri táblái, díszítő térelemei egyedülállóak a térségben. Titkos vágya, hogy egyszer felépíthesse a valamikori felsőrajki földvármását. Felsőrajk egy 1000 évvel létező, virágokkal díszített nagyon szép kis község, amely a principális völgyében helyezkedik el. Ezt az utcaképet, ezt a faluképet szeretnénk továbbra is folytatni. Pötréte múltját és jelenét a tőzegbányászat és a nyomában kialakuló tórendszer határozza meg. A horgásztavak nyújtotta lehetőségekre idegenforgalmi terveket szőnek. A társulás nem idegen a településnek, hisz intézményeit, így a körjegyzőséget, iskolát társulás formájában működteti. A Gersely Területfejlesztési Társulástól azt várjuk, hogy azokat az infrastruktúrális beruházásokat, amelyeket önerőből nem tudunk megvalósítani, itt segítse a társulás. Hahút az egyik legrégebbi zalai település. A bencés apátság helyén épült plébánia templom és a falu alvégén látható Mária kápolna nevezetes műemlékek. Az infrastruktúránk a gázkivételével teljes egészében megoldott, kiépült. Az elkövetkezendő időben terveink között szerepel a település gázzal való ellátása, utakjárdák felújítása és a falu szépítése. Zala-Szent Balázs a több mint 650 éves település az elmúlt években jelentősen gyarapodott értékeiben, de lényegesen fogyott lakosság számát tekintve. Ezt a fogyást megakadályozandó új utcát alakítottunk ki állami támogatással, pályázaton nyert több mint 1 millió forinttal.
szerveink között sürgető feladatként jelentkezik a szennyvízrendszer kiépítése, és azért csatlakoztunk a Principális Mentő Önkormányzatok Társulásához, hogy a gáz is bevezetésre kerüljön. Ezen kívül még számtalan izgalmas tervünk van. Halastavat szeretnénk létrehozni, azon kívül a hegyi után aszfaltozást végrehajtani, ami esetlegesen jelentősen hozzájárulna a falusi turizmus fellendüléséhez. Ez az út egyébként a valamikori Kürtös pusztához vezetne. A csodálatos patakmenti völgybe horgásztavat, vadászházat és üdülőközpontot álmodnak a térség lakosai. Kürtös pusztán valamikor még iskola is működött. Emlékét ma már csak a temető őrzi, amelyet a Szent Balázsiak kegyelettel gondoznak. Ugyancsak Szent Balázsról vezet az út Börzöncére, amelynek ódonházai között az új út jóvoltából újra sarjad az élet, és ahonnan eljuthatunk a festői szépségű szőlőhegyre, amelyen tipikus zalai talpas pincéket láthatunk, és gyönyörködhetünk a tájban a helyreállított Szent Lőrinc kápolna dombjáról. Az utóbbi évtizedekben 62 főre csökkent lélekszám, de reméljük, hogy az elkövetkezendő évszázadokat ugyanúgy legalább ennyi ideig túléli a település. Ebbe bízva a térségi társulás is reméljük, ehhez hozzásegít bennünket. Hasonló romantikus környezetben élnek a bocskaiak is. Házaik a Kürtös patak völgyében és a Zalaegerszegre vezető út mentében épültek. Bocska község 397 számú kis falu, amelynek lélekszáma tekintve egyharmada kisebbségéhez tartozó cigány ajkú lakosság él. A képviselőtestület jelenlegi feladatának, a falunak, az utcáinak, árkainak rendbetétele, valamint a turistaház megépítése tett tervet, javaslatot, és várjuk is a segítséget tőlük. Ugyanez a hegyvonulat koszorúzza Fűzvölgy, Hosszúvölgy és Homokkomárom község határát is, megteremtve az egymásba érő szőlőskertek láncolatát, ahol hangulatos pincék sora és jó bort teremt kellemes életteret azoknak is, akik itt laknak, és azoknak is, akik ide járnak pihenni, üdülni. Fűzvölgy község 1722-ben betelepített svábok leszármazottai élnek, mint egy 152-en. Az itt ülő emberek magukkal hozták hitüket, munkaszeretetüket, amit az idő folyamán meg is tartottak. A térségi társulásban mi azt a lehetőséget látjuk, hogy az önkormányzatnak a feladatait összefogással tudjuk csak megoldani, és ehhez kapunk a térségi társuláshoz jelentős támogatást. Hosszúvölgy 195 lelket számoló kisközség, sváb kisközség, sváb községnek nevezhető, 94-ben megválasztott testületünk fő célja az volt, hogy a kiszolgáltatottakon segítsünk, ők pedig az öregek és a fiatalok, és büszkék vagyunk arra, hogy e tekintetben az óvodát és a szociális konyhát meg tudtuk menteni, önálló finanszírozásba tudjuk működtetni, és még ami nagy célunk, hogy ezeknek az itt élő embereknek a igazi falusi komfortérzetét biztosítani tudjuk. És hát talán még a kultúráról is el kell mondani, hogy az sem baj, ha működik egy faluban. Homokkomárom egy 200 lelket számláló, elidősödött kisközség, amit mi a társulástól várunk, az elsősorban most a gázprogram. De amire nagyon büszkék vagyunk, az a csodálatos templomunk, ahol minden hónap 13-án egy Mária napi szentmise van. Az ország minden részéből ide zarándokolnak, de még külföldről is nagyon sokan. A közeljövőben szeretnénk egy hegyközséget megalakítani. Homokkomáromhoz 700 boros pince tartozik, nincs megoldva a bor termelés, illetve hát a bor eladása, a bor felvásárlása. A zalai zöld erőben születtem, agyám se volt, mégis földevelődtem. Úgy nőttem fel, mint az erdőn a gomba, volt szeretőm már 10 éves koromba. Úgy nőttem föl, mint az erdőn a gomba, volt szerető már 10 éves koromba.
A szőlőhegyi élményektől feltöltődve a következő reggelen Magyar Szent Miklóst érintve folytatjuk utunkat, a principális menti kistérségi társulás községeit látogatva. Ebben a tiszta, rendezett községben is sváb eredetű lakosság él. A takarósházakban szinte mindent megtalálunk a kellemes, értelmes élethez. Mégis fontos lakóinak a szövetkezés, egyrészt a gázprogram megvalósításához, másrészt munkaalkalmak megtalálásához. Hasonló érdekek kötik a társuláshoz Magyar Szerdahely lakóit is. Ennek a községnek a szélén egykori postakocsi lóváltó fogadó látható, amelynek új gazdája nem csak a műemléképületet újítja fel, hanem új panziót is épít mellé. Örömteli tény, hogy ebben a térségben már több csárda panzió is működik. Ilyenben pihenhet az utas már hahóton is. Magyar Szerdahely jellegét, külső megjelenését alapvetően meghatározza a település középen kettészelő bővízű kürtös patak. 50 férőhelyes óvodával rendelkezünk, ami sajnos 50%-os kihasználtsággal üzemel. Kacorlakon az ország egyik páratlan természetes víztisztítója működik, de a lakói büszkék megóvott és felújított zalai parasztházaikra is. Ebben a Mesebeli nevű faluban, Kacorlakon szeretnénk, hogyha az embereknek igazán otthona lenne, tudnánk az embereknek igazán olyan lehetőségeket nyújtani, ami ott tartja őket. Pölöskefő nyugodt, rendezett település. Itt nem láthatunk düledező épületeket, rendezetlen területet. Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt időszakban sikerült a faluház megépítése, sikerült a Pálffy kastély felújítása, kastélyben van kialakítva a faluház. Itt adott alkalomkor lakodalmakat, ballagásokat tartanak bent. Gerse-szigeten új templom épült, szép, modern belső térrel. A falu létszáma, örömmel mondhatom, hogy gyarapszik, nem csökken. Ezt próbáljuk elősegíteni egy új utca létrehozásával, melynek az első lapkövet már le is tettük. Többnyire a városról jönnek ki, és mindenek előtt a célunk az volt, hogy a helyi fiataloknak megoldjuk a letelepedési problémáit, és ezt is az új utca részünk fogja elősegíteni. A térségben élő mesteremberek összefogtak, iparos klubot alakítottak, de megmaradtak és működnek a termelőszövetkezetek is. A klub 1990. januárjában alakult, 19 főállású iparos és másodállású iparos összefogásával próbáltuk ezt összehozni úgy, hogy itt méltó otthona legyen a gársai és a környékbeli iparosoknak. Tehát itt lehessen szórakozni, akkor lehessen olyanokat csinálni, hogy adótanácsadás meg egyéb ilyen dolgokat szeretnénk megcsinálni. Itt voltak olyanok, hogy a kuncsaptokat behozták és akkor itt üzletek jöttek létre, meg egyéb ilyen az iparhoz kapcsolódó dolgok. Itt az a legnagyobb probléma ebben az országban, hogy minden iparos a saját érdekeit nézi, és a másikra nem is figyelete, törődik azzal, hogy akarva akaratlan is, hogy eltapossa a másikat. Tehát talán a kamarákban, ami most alakult, talán ez a dolog létrejönne, de nekünk ez a dolog helybe kell. Tehát mi helyben akarjuk összefogni, és akkor többre megyünk, mint hogy belülről válik az utasításokat. Amikor országszerte arról hallani, hogy sorozatosan megszűnnek a termelőszövetkezetek ebben a kistérségben, most is három jól működik, hogy sikerült talpon maradniuk? Hát önmarcangolással, leépüléssel. Van olyan község, ahol egyedüli, szinte egyedüli munkát kínálóként. Két iparüzemünk van, amiben valamikor 200 főnél több embert foglalkoztattunk. Ezek olyan iparüzemek, amelyek a butariparhoz kapcsolódtak, ami ugye tudott, hogy a padlóra került. Így ezek az üzemek is nehéz helyzetbe kerültek. Gyakorlatilag a foglalkoztatottság oltárán égtünk el az elmúlt 7 évben ezen üzemekben, mert ha összehozzuk a 7 évet, akkor veszteséget termeltek. De hát azért, hogy itt ezekben a községekben munkahely legyen, illetve a térségben, azért áldoztunk a közoltárán ennyit. Úgy gondoltuk, hogy más tevékenység ezt a kieső nyereséget vagy a veszteséget pótolja. Hát most már ott tartunk, hogyha nem tudnak
nyereségesen gazdálkodni, akkor lehet, hogy arra kényszerülünk, hogy bezárjuk őket. Most ehhez kell még hozzátennem, hogy van olyan község, ahol tényleg csak ez az egyetlen üzem van az önkormányzati munkalehetőség mellett, és mondjuk én úgy nevezem, hogy a legpiszkosabb helyi adót, a helyi iparizési adót mégis a nyakunkba vágták. Tehát ilyen jól elismerik azt a kilódásunkat, amit a foglalkoztatottság érdekében teszünk. A kistérség plébánosa ebben az erkölcsileg szétzüllött világban mit tud tenni, hogy tartást adjon a fiataloknak? Először is igyekszik az ember az evangéliumot hirdetni, mert ez a küldetésem. És a fiataloknak a hittanórákon igyekszek a vasárnapi prédikációba is ennek megfelelően beszélni. Az ember úgy próbálja apró pénzre váltani azt, amit Jézus nagyon egyértelműen mondott, a szeretet parancsát, és úgy láttam, hogy igazából nincs más megoldás. Próbálok ifjúsági táborokat szervezni, ebben már negyedik alkalommal jó barátságok kötődnek. Azt mondom, majd a későbbiekben talán majd jó házasságok is, mert ha valaki egy hiten van a másikkal, az is már egy előny az összekapcsolódáshoz, hogy ebben szeretnék igazából segíteni. Csilla, jelente valamit a fiatalságnak az, hogy van itt egy kistérségi összefogás, egyáltalán tudnak-e róla? Úgy tudom, hogy tudnak róla. Az utóbbi időben nem igazán volt a fiatalokkal, nem igazán foglalkoztak, úgyhogy most úgy érzem, hogy talán megindult valami. Azt is tudom, hogy a másik falvakban is sikerült közösségeket létrehozni, és még annyit tudok, hogy júniusban lesz egy ilyen vezetőképző tábor, ahol több faluból érkeznek fiatalok. Hogyha a könnyék fiatalsága összefog, akkor szerintem van esélye neki, hogy előbbre jusson. Mi is a feladata és a tevékenységi köre egy kistérségi menedzsernek? Azon célok, feladatok végrehajtásának a segítése, szolgálata, amit a társulás maga elé cipzott, ez a menedzser feladata. Ez a pályázatok készítésétől a dokumentáción, adminisztráción, programszervezésen át, ahhoz sokkal közelebb kell, hogy kerüljenek egymásokat, azon polgármesterek, és azon gazdasági szervezetek, társadalmi szervezetek vezetői, akiknek végül is a feladat a munkája, hogy hát mindazokat a feladatot, a célokat végrehajtsák. Ez az alapja kell, hogy legyen a dolognak, és mellette meg éppen ez szorosan kapcsolódik az alapok lerakásához, hogy elkészüljenek azok térségfejlesztési tervek, koncepciók, turizmusfejlesztési koncepciók, amiket szeretnénk idén indítani. És bízok benne, hogy hát azon pályázatok útján nyerünk is hozzá pár forintot, hogy ezt sikerüljön elindítani. Tehát az alapok lerakásánál tartunk. Magazinműsorunk végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Legközelebb egy hét múlva találkozhatnak velünk ugyanitt a kettes csatornán és ugyanebben az időpontban, vagyis 18 óra 15 perckor. További kellemes estét kívánok valamennyiüknek, viszontlátásra!